önkormányzatunk meghirdette Tapolca, hogy én szeretem című fotópályázatát, amely igazán sikeresnek bizonyult, hiszen 22 pályázó, 151 pályaművét bírált el a szakértő zsűri, Olasz Ferenc, magyar örökségdíjas fotóművész, filmrendező, Gáspár Gábor, a Veszprém megyei napló fotóriportere, és Farkas Csaba, a Szülőföld kiadó igazgatója. A mai napon egy szép válogatást láthatnak a pályaművekből. Kiállításunkat a meghívó szerint Faragó György fotóriporter nyitná meg, de egy időközben bekövetkezett betegség megakadályozza ebben, innen is jobbulást kívánunk Gyuri bácsinak. A kiállítás megnyitására felkérem a zsűri tagját, Farkas Csabát, a Szülőföld kiadó igazgatóját. Örömmel állok itt önök előtt, és ajánlom szíves figyelmükbe a most nyíló kiállítást. Tapolca város önkormányzata és a Tapolca Kft. Fotópályázatot hirdetett Tapolca, hogy én szeretem címmel. A fotózást a pillanat művészetének tartják, és valóban tudatosan, vagy kevésbé tudatosan a világon ez az a művészeti ág, amit a legtöbben gyakorolnak, hiszen gondoljanak bele, hogy naponta hány millió felvétel készül. Erre a kiállítás is rengeteg pályázó adta be alkotását. A zsűri tagjaként elmondhatom, hogy kiváló alkotások születtek. Gyakorlatilag a város mindennapjait, értékeit, apró kis érdekességeit mutatta be. Egyértelmű képeket láthatunk, nem kell magyarázni őket, és gyakorlatilag ezek azok az értékek, amelyek mellett mi is minden nap elmegyünk ebbe a rohanó világban, csak nem veszük őket észre. Ha jobban megnézik a képeket, akkor láthatják azokat a kis titkokat, amik inspirálták a fotósokat a képek elkészítésére. Ez a kiállítás most alkalmat ad arra, hogy kicsit jobban megnézhessük azokat az értékeket, amiket holnap az utcán menve mi magunk is felfedezhetjük, ha egy pillanatra megállunk. És mielőtt becses fényekbe ajánlanám teljesen a kiállítás anyagát, szeretném elmondani, hogy díjazásban részesült három kiváló alkotás, és egy külön díj is született, mivel nem tudtunk teljesen megegyezni a zsűriben, úgyhogy ezután is gratulálok a díjazottaknak. Szeretném én is megköszönni valamennyi résztvevőnek, hogy ilyen szép pályamunkákkal jelentkeztek erre a felhívásra, és bízom benne, hogy még lesz rá alkalom és tehetség is, hogy megméressék magukat a város felhívására. Tényleg érdemes megnézni a kiállítás anyagát, nagyon szép képek, és különböző helyekről különböző látásmódokat is láthatunk. Emléklapot kap Csizmadi Jáné 100 Ildikó. Emléklap jár Sipos Kis Rolandnak. Emléklapot kap Németh Gergely. Emléklapot kap Dancs István. Emléklapot kap Szabó Csaba. Ifjam. Emléklap jár Vince Péternek. Emléklapot kap Apró Gábor. Emléklapot kap Bedő Norbert. Emléklap jár Bernát Milánnak. Emléklapot kap Fehér Viktória. Emléklap jár Hatvani Ágnesnek. Emléklap jár Jónás Gergelynek. Emléklap jár Kalmár Györgynek. Emléklap jár Ladányi Veronikának. Akkor elnézést. Emléklap jár Marton Dánielnek. Emléklap jár Mészáros Norbertnek. Emléklap jár
emléklapjár Németh Martin Péternek. Szintén emléklap Orbán Péternek. Emléklapot kap Papp Tamás. Emléklapot kap Solymosi Ákos. Emléklapot kap Varga Norbert. És végül, de nem utolsó sorban Minorics Tamás. Szintén nincs rajta. Tulajdonosa a kép is árulkodik, ugye két boros pohárról, de közelebbről meg kell nézni, nagyon ötletes volt az alkotás. Sipos Kis Rolandnak akkor egy ilyen boros válogatást szeretnék átadni, amivel újabb képeket tud inspirálni talán neki. Harmadik helyezett lett Németh Gergely. Ebbe egy kis pénzjutalom is van, természetesen jobban inspiráljuk a jövőben a helyezetteket. Második helyezett lett Dancs István. És első helyezett lett Szabó Csaba. Még egy örömhír az alkotóknak. Tapolca városát egy nagyon szép könyvsorozat kérte fel, hogy szerepeljen a következő részében. Ez pedig a Szülőföld kiadó gondozásában megjelenő Magyarország kincsestára, Tapolca. Ez lesz a következő sorozat kötet, amelyben a képek nagy része szerepelni fog majd. Tehát aki most először fotózott, rögtön kiállításra került a képe, és akár már kiadványba is kerülhetett. Azt hiszem, ennél nagyobb inspiráció nem is nagyon kell. Külön öröm, azt hiszem, valamennyiünk számára, hogy mind a három alkotó, aki az első helyezést elérte, illetve az első, második, harmadik helyezett alkotó, és a külön díjas is Tapolcai. Nagyon szépen köszönjük mindannyiuknak a részvételt. Szülőváros pedig nem templomtorony és nem tér szökőkúttal, s virágzó kereskedelem és ipar. A szülőváros egy kapuaj, ahol először gondoltál valamire. Pad, melyen ültél és nem értettél valamit. Pillanat a folyóvíz alatt, amikor valamilyen régi létezés emlékébe merültél vissza. Simára csiszolt kavics, melyet megtalálsz a régi asztalfiókban, s már nem tudod, mit akartál vele. A hittantanár kalapja, melyen barna folt égtelenkedett, szorongás egy történelem óra előtt, különös játékok, melyeket senki sem ért, és következményeiről álmodsz egy életen át. Tárgy egy ember kezében, hang, amit éjjel hallasz a nyitott ablakon át, és nem tudod elfelejteni. Egy szoba világítása, két bojt, egy függöny alján.
Márai Sándor gondolataival köszöntöm Önöket, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, Tapolca városnapján, a képviselőtestület ünnepi ülésén. Kérem Önöket, énekeljük el a himnuszt. Tisztelettel kérem fel Császár László polgármester urat ünnepi beszéde megtartására. Amint a szimfóniának szüksége van minden egyes hangegyre, amint a könyvnek szüksége van minden egyes szóra, amint a háznak szüksége van minden egyes kőre, amint az óceánnak szüksége van minden egyes vízcseppre, amint az aratásnak szüksége van minden egyes gaboraszemre, az egész emberiségnek szüksége van te rád. Ott, ahol te vagy egyetlen, s így helyettesíthetetlen. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves tapolcai polgárok! A 20. század nagy gondolkodójának, Michel Coisnak örökérvényű nemzedékeken és országhatárokon átívelő üzenetével köszöntöm Önöket Tapolca város önkormányzata nevében ezen a koratavaszi márciusi ünnepen. Településünk legújabb kori várossá válásának 46. évfordulóján. Nem jöttem üres kézzel. Igazi születésnaphoz méltó ajándékot hoztam magammal, és ezt már az ünnepi beszédem elején szeretném átnyújtani Önöknek. A születésnapi ajándék a féltve szeretett kórházunkkal kapcsolatos. A Fejér megyei Szent György kórház gesztorságával létrejött régiós konzorcium, amelynek tagja a Tapolcai Kórház is, rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli régióban címmel, pályázatot nyújtott be a Közép-Dunántúli operatív program keretében. A 100%-os támogatású pályázatról a döntés március 21-én, a tavasz első napján született meg. Ennek értelmében a konzorcium 2 milliárd 70 millió forint támogatást nyert a fejlesztéshez. Ebből a Tapolcai Kórház 550 millió 346 ezer forint összegben részesül. Ehhez a város képviselőtestületi döntés alapján 63 millió 550 ezer forint önrész biztosít Tapolca jövőjéért kötvény terhére. Hiszen nem csak, hogy megmarad az egészségügyi ellátás a térségben, és a 200-250 embernek továbbra is lesz munkája, de a kórház nyújtotta specialitások fejlesztésére is sor kerülhet. Tisztelt tapolcai polgárok! A mai márciusi tapolcai ünnepnek az itt élők számára több rétegű üzenete van. Egyrészt abban a hitünkben és reményünkben erősít meg bennünket, hogy mintegy iránytűként magának a természetnek tart tükröt, megmutatva, hogy a modern 21. századi emberi élet szétesőnek tűnő sodrában sem marad el a tavasz, a fű a titokzatos gyökereivel most is sarjad. Másrészt arra figyelmeztet, hogy az itt élő polgárok összetartozása, egymásra utaltsága, egymásba vetett hite lehet csak szeretett városunk fejlődésének záloga. Mert csak a közös akarat mutathatja meg a járható utat. Tisztelt tapolcai mindannyian! Az értékmentő, értékvédő összetartozás évezredre arra tanította az itt lakókat, hogy nem elég tudnunk, mi volt tegnap, mi van ma,
Ha tovább akarunk lépni, fontos megérezni, hogy mi lesz holnap. Az ezer évnyi történelmi utazás első lépéseit megtévő őseink jól döntöttek, amikor ezen a gyönyörű vidéken teremtettek otthont magunknak. A történelem keresztútjára épített település lakóit a vadban gazdag erdő, a halat adó víz, a termést adó föld már ősidők óta táplálta. Megtelepedtek itt a kelták, a rómaiak, a hunok, az avarok és a szlovákok is. De a honfoglaló magyarok is hamar magukénak érezték ezt a gyönyörű Pannon vidéket. Okleveleink 1272-ben, azaz 740 évvel ezelőtt említik először Toplusza néven a települést. Az igazi közösségért meg kell dolgozni, tudták ezt elődeink is. Tudták, hogy olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni. A több évszázadnyi kitartás és elszántság meghozta Tapolca első érzékelhető felvirágzását is. A 14. és 15. században a településen már együtt van a városi lét minden nélkülözhetetlen eleme. Egyházi és világi központ, törvényszéki hely, vámhely és királyi sókamra működési helye. A gazdasági társadalmi fejlődés a Balatonfelvidék egyik legjelentősebb központjává tette Tapolcát. Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak fel, az optimisták pedig vitorlákat, írja az ismeretlen szerző. A középkori városlakói optimisták voltak. Bíztak magukban. Tudták, vagy csak megérezték, hogy a fontolgatással elmúlhat az alkalom, hogy csak a hozzáállásuk teremtheti meg azt a színteret, amelyben élni lehet, élni érdemes. Míg a 14.-15. század Tapolcáját az emberhez méltó jobb létért való küzdelem jellemezte, addig az elkövetkezendő másfél évszázadra az életért, a megmaradásért folytatott harc nyomta rá bélyegét. A török támadások, a teljes létbizonytalanság szinte elnéptelenítette a várost. De az élet élt és élni akart. A törökök kivizése után, ha lassan is, de újra fejlődésnek indult Tapolca, és erődített püspöki mezőváros lett. Nem az itt élők akaratán múlott, hogy a fejlődés nem töretlen évű lett. Tűzvészek, járványok, természeti csapások hátráltatták a városiasodást. A változás a 19. század utolsó harmadában következett be. A megerősödő polgári réteg mozgásba hozta a gazdasági és társadalmi életet. A kor tapolcai polgárai tudták a siker titkát. Értettek ahhoz, amin munkálkodtak, szerették azt, amit csináltak, és hittek is abban, hogy cselekedeteik gyümölcse beérik. Éltek a történelem nyújtotta lehetőségekkel, kitartásukkal, elkötelezettségükkel, és nem utolsó sorban az együtt gondolkodás, az együttműködés máig ható szép példájával bizonyították, hogy a közös akarat, a pozitív gondolkodás a szinte lehetetlent is elérhetővé teszi. Hogy ezt mennyire élték meg a mindennapjaikban? Annak mementói azok a tárgyi és írott emlékek, amelyeket ránk a kései utódokra hagytak. A város középpontja új arculatot kapott, szép polgárházai bármely város díszévé válnának ma is. Megélénkült a gazdasági élet, a kereskedelem, az ipar, nőtt az iskolázottság. Differenciálódtak a szolgáltatások, fellendült a kulturális és sportélet. A Tapolca alatt húzódó hatalmas pincékben tárolták azokat a környező hegyek vulkanikus talaján termett borokat, amelyeket aztán a jól kiépített borutakon Nyugat-Európa meghódítására indultak. Ahhoz, hogy Tapolca a Balatonvidék borkereskedelmi központja lehetett, nagyban hozzájárult az Észak-Balatoni vasútvonal kiépítése is. Tapolca Zala megye egyik leggyorsabban fejlődő települése, a megye északi részének központjává vált. Mi tette szükségessé és lehetővé ezt az ugrásszerű fejlődést? Tesszük fel a kérdést ma is. A választ már az akkor itt élő városlakók is tudták. Az ország életében a kiegyezés után bekövetkezett pozitív változások Tapolcát is elérték. De ennél is nagyobb erővel bírt az a tény, hogy felszabadultak a városban azok a belső energiák, amelyek aztán a kiteljesedéshez vezettek. Tapolca polgárai összefogtak, és a város hajóját bátran kormányozták a nyílt vizek felé, tudva, hogy egy óvatos hajó soha nem visz messzire a parttól.
tisztelt ünneplők! Tapolca dicsőséges közel fél évszázadának egyik legfontosabb ténye volt a város egészségügyi helyzetének javítása, és a tapolcai kórház létrejötte szinte közadakozásból. A város lakossága nevében dr. Klein Gyula már 1907 áprilisában, azaz 105 éve, a tapolcai lapok hasábjain keresztül nyílt levelet intézett dr. Darányi Ignác miniszterhez, a kerület országgyűlési képviselőjéhez. Egy járási kórházat akarunk Tapolcán, a járás székhelyén. 20 év óta fáradunk már ezen, eszme megvalósításán, minden lehető és lehetetlen alkalommal gyűjtünk ezen célra pénzt. Írta, majd a kórház fenntartására is javaslatot tett. A kórháznak állami jelleget kellene adni, mert annak fenntartására szintén gyengék vagyunk. A nyílt levél megfogalmazása után 7 évnek kellett eltelnie, hogy megnyíljon a Szent Erzsébet kórház, amelynek első betegei az első világégés sebesültjei voltak. A nehezen születő kórház feje felett az elkövetkezendő években is borús volt az ég. A tapolcai újság 1923. októberi száma már a kórház bezárásáról ír. A közbeszéd tárgyát képező hírek sajnos egészen szomorú valóság körül járnak. A kórház fenntartásának kérdése olyan stádiumba jutott, hogyha egy-két héten belül kellő segítség nem érkezik tovább, nem húzható el, és jelen körülmények között a bezárás várható. A Tapolca és környéke polgárainak összefogása és az állami segítség aztán megmentette a kórházat, sőt azt is elmondhatjuk, hogy a II. Világháború kitöréséig, hála az ott dolgozó szakembergárdának és a település vezetésének is, a fejlődés útjára lépett. A háború okozta megtorpanás követően belső fejlődés jellemezte a kórházat, majd ismét hanyatlás. 1975. októberében a Veszprém megyei tanács elrendelte a Tapolca és Sümegi kórház összevonását, és a belgyógyászatot Sümegre költöztette. Ebbe a tapolcai polgárok soha nem nyugodtak bele, és erőnfelüli vállalással a város megépítette a gyönyörű és korszerű belgyógyászatát, és ismét önálló lett az intézmény. Az elmúlt közel másfél évtized várospolitikájának is központi kérdése volt a kórház helyzetének megnyugtató rendezése. Tisztelt tapolcai polgárok! Nyugodt szívvel, tiszta lelkiismerettel és felelősség teljes tudatában állíthatom, hogy úgy Lasztovica Jenő, a térség országgyűlési képviselője, mint a képviselőtestület tagjai mindent elkövettünk azért, hogy a tapolcai kórház ne zárjon be, hogy a város és a kistérség egészségügyi ellátása biztosítva legyen. Küzdelmünk végeredményét születésnapi ajándékként, mint ahogy a köszöntöm elején is jeleztem, elhoztam önökhöz, Marie Curie biztató útmutató szavaival. Legyen bennünk kitartás, és mindenek előtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt meg is tudjuk valósítani. Tisztelt tapolcaiak! A kórház kérdése mellett a tapolcai helyőrség ügye is végigkísérte az elmúlt több mint egy évszázadot. Az, hogy Tapolca város elöljárói, a lakosság mennyire egy emberként állt mellé a kezdetektől az átgondolatlan politikai döntésig, a 2005-ben bekövetkezett végső búcsúig a korabeli sajtó is megörökítette. A tapolcai lapok 1906. június 24-i lapszáma 106 évvel ezelőtt így írt erről. Hasznos ajánlat a község részére. Az 5. Honvéd hadkerületi parancsnokság fő hadbiztosa a hét folyamán felkereste a községi előjáróságot, és ajánlatot tett arra nézve, hogy a község hajlandó lenne tulajdonát képező úgynevezett nagymezőt gyakorlótérül bérbeadni, esetleg örök áron eladni. Ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy ennek megnyerése esetén helyőrséget kapna a város. Hisszük, hogy a képviselőtestület ezügyben a község jól felfogott érdekében megfelelő határozatot fog hozni, írta a cikk szerzője. A város akkori vezetése felirattal fordult az országgyűlési képviselőhöz, hogy támogassa a helyőrség telepítésének ügyét. Hozzáfűzzük a vázolt helyzethez azt is, hogy a községünk képviselőtestülete legutolsó határozatában késznek nyilatkozik arra, miszerint fent hivatkozott kérelmünk esetén hajlandó alkalmas helyen
kaszárnyát is építeni az elhelyezendő katonaság számarányának megfelelő terjedelemben. Hiába a felajánlás, Tapolcára a katonaság csak 1937-ben, 75 évvel ezelőtt érkezett meg. A reptéri munkálatok viszont már 1936 nyarán megkezdődtek. 30 évvel ezelőtt tett ígéretet az akkori városvezetés váltotta be. Minden eszközzel támogatta az ide telepítést. Gondoskodott a lakásokról, a vízdíjat kedvező áron állapította meg, ingyenesen bocsátotta rendelkezésre a mai parancsnoki és tiszti étkezdét, a kaszinó épületét, és ezen felül megközelítőleg 3 hold földterületet a lőtér számára. Ugyanakkor az építkezéseken tapolcai iparosokat is alkalmaztak. A helyőrség közel 70 éves jelenléte alatt a honvédség és a város kapcsolatát a kölcsönös segítség nyújtás jellemezte. Erről így írt 1986. decemberében a Néphadsereg című újság. Az utóbbi 2 évtizedben a városba költözött katonacsaládok nem csupán jogilag, de érzelmileg is gyorsan otthonra találtak Tapolcán. A Városi Pártbizottság és a tanács egyaránt körültekintő gondoskodással segíti a katonafeleségek elhelyezkedését, akik pedagógusként és tisztviselőként egyaránt megállják helyüket. Az elkövetkezendő 20 év is ennek a jó kapcsolatnak a tanúja volt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A település életét meghatározó, a fejlődését elősegítő tényező volt, hogy a Népköztársaság elnöki tanácsa Tapolcát járási jogú várossá nyilvánította 1966. március 31-én. A város ma még csak nevében város, és még hosszú ideig lesz csak nevében az, írta 1966. április 15-én a Napló munkatársa. Csak is munka, szorgalom, erőfeszítés és nagyobb áldozatvállalás révén nőhet időben valóban várossá. Nos, Tapolca lakóiban mindegyik jellemvonás megvolt, de az, hogy a városiasodás az elkövetkezendő években szinte hihetetlen mértékben felgyorsult, az a Bakonyi Bauxitbánya vállalatnak volt köszönhető. Nem csak a központját építette fel a városban, de dolgozói jelentős hányadának is itt segített otthon teremteni. Vállalati eszközökből mintegy 1200 lakás, a dolgozók saját erőforrását is felhasználva pedig 800 lakás épült Tapolcán. De óvoda, iskola, legényszálló, munkásművelődési központ, sporttelep és még számtalan közhasznú létesítmény is megvalósult a töretlen fejlődés éveiben. Az új keleti városrészben különleges technológiával Y-házak épültek, az egyik főszintjén orvosi rendelőket alakítottak ki. A Városi Kórház belgyógyászata alatt lévő barlangban a vállalat speciális egysége légzőszervi betegek részére kórtermet alakított ki, de közreműködött a Városi Strand létrehozásában is. Az 1996-os árszinten kalkulálva a bauxitbányászat jóvoltából a Tapolcára került és megvalósult beruházások összértéke meghaladja az 50 milliárd forintot is, nyilatkozta egyhelyütt Kanizsai József, a vállalat nyugalmazott igazgatója. Elvitathatatlan tény, hogy Tapolca 1965 és 85 közötti évtizedekben többet növekedett, fejlődött, mint az előző évszázadokban összesen. De az is tény, hogy még ma is magán viseli a hirtelen növekedéssel járó aránytalanságokat és torzulásokat is. Tisztelt tapolcai polgárok! Tapolca évezredes történelmének óriási léptékű áttekintésével azoknak a hajdan volt tapolcai polgároknak az emléke előtt is adózunk, akik ezt a kis várost élettel töltötték meg. A jelen már rólunk, gyermekeinkről, az unokáinkról szól. Arról, hogy átlépve a 20. századot, már a jövőt is építjük. A 80-as évek második felével megtorpant városfejlődés a 90-es évek végén vett új irányokat. A 19. század második felében élt polgárok példája nyomán haladó városlakók kinyitották Tapolca képzeletbeli ablakait, és a beáramló friss levegő új reményeket és új lehetőségeket hozott. A Széchenyi terv lakásépítési programjának köszönhetően 16 év után újra lakások épültek a városban, de az önkormányzat lakásokat is vásárolt.
Megépült a déli tehermentesítő út, korszerűsödött a város belterületi úthálózata, körforgalmi csomópontok, járdák épültek. Jelentősen gyarapodott a városban lévő parkosított és virágosított területek nagysága. Játszóterek épültek, megújultak az iskolák, óvodák, korszerűsödtek tornatermeik, megtörtént a városi sportterep rekonstrukciója. A kórházban lift épült, új korszerű műszerek szolgálják a betegellátást. A templomdombon felújított múzeum várja az érdeklődőket. Kiépült a város csatornahálózata, felépült a városi rendezvénycsarnok, megszépült a tópart. Jelentős anyagi támogatást nyújtott az önkormányzat a keleti városrész lakótelkeinek kialakításához is. Kerékpárút létesült Tapolca és a diszeli városrész között, valamint a városban. Ennek elismeréseként kaptunk meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a Kerékpáros Barát település címet. Történelmi emlékhely épült a Köztársaság téren, emléktáblákat, szobrokat avattunk, ezzel is tisztelegve városunk nagyjainak emléke előtt. Bacsányi emlékszobát alakítottunk ki a Vasalberg Könyvtár és Múzeumban. Központi házi orvosi ügyelet készült a kórház területén kistérségi összefogással, új házi orvosi rendelő épült Tapolca diszelben, a korszerű járóbeteg szakrendelő a kórház épületébe került. Ügyfélhívóval ellátott okmányirodát létesítettünk a felújított polgármesteri hivatalban. Vendégváró park létesült a déli városrészben, a keleti városrészben bevásárlóközpontok épültek, új tanműhelyt kapott a Széchenyi István szakképzőiskola, saját erőből megújult a Bárdos és a Kazinci iskola. Vendégfogadó díszpark épült a Köztársaság téren, ott állítottuk fel Zabolától kapott, ma már a város jelképévé vált Székely kaput. Megújult a városi mozi. Az önkormányzat megvásárolta a Bakonyi Bauxit bányától a központi irodaépületét és a művelődési központot, amelynek a világítás technikája közelmúltban korszerűsütött. Műfüves pályát avattunk a gimnázium udvarán, megújult a ringató bölcsöde, bővült a csoport létszáma. Testvérvárosi kapcsolatokat ápolunk az olaszországi Esztével, az erdélyi Zabolával, a szlovákiai Ruzsinovval, a finn Lempelével és a német Stadthagennel és a szomszédos Sümeggel. Az átgondolt városfejlesztő tevékenység elismeréseként a Magyar Urbanisztikai Társaság 2004-ben Hild János díjjal tüntette ki Tapolcát. A 2008-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Ács János polgármesternek pedig áldozatos munkájáért 2005-ben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Polgármesterek Egyesülete polgármesteri ezüstláncot adományozott. Ünnepeink, rendezvényeink, művészeti csoportjaink a civil kurázsi jelenléte állandó mozgásban, lüktetésben tartják szeretett városunkat. Sportolóink, művészeink jó hírünket viszik szerte a világban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szinte lehetetlen vállalkozás felsorolni mindazt a beruházást, fejlesztést, felújítást, átalakítást, amivel a város polgárainak komfort és biztonság érzetét igyekeztünk növelni az elmúlt közel másfél évtized alatt. Utat mutató iránytűként mindegyik önkormányzati ciklus elején megfogalmaztuk stratégiai programunkat, célkitűzéseinket. A ciklusok lezárásaként pedig Tapolca polgárainak számadást készítettünk a tervek megvalósításáról, az elvégzett munkákról. Tettük ezt annak szellemében és biztos tudatában, hogy eredményeket közösen értük el. Közös sikereink mellett, mint az élet bármely területén voltak meg nem valósult álmaink, terveink is, de annak tényét, hogy a legjobb szándék vezetett bennünket, nem lehet elvitatni tőlünk, a ma itt élő tapolcai polgároktól. Új munkahelyek teremtését reméltük a volt honvédségi ingatlan vagyon hasznosításától, terveink között szerepelt az új mentőállomás építése is, de sajnos a gazdasági válság miatt ezek nem valósulhattak meg. De bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időszakban pozitív elmozdulás történik ezekkel kapcsolatban is. Tisztelt tapolcai polgárok! A 2012-es év új kihívásokat, de nehézségeket is hozott számunkra. Továbbra is igyekszünk megőrizni azt a nyugodt légkört, amely eddig is jellemezte városunkat, amely gazdasági, szociális fejlődésünk alapköve lehet ma is. Elsődleges feladatunk a város biztonságos működtetése,
az intézményrendszerünk korszerűsítése, a folyamatban lévő programok, beruházások befejezése. A belváros több mint 1 milliárdos összköltségvetésű rehabilitációja ebben az évben is folytatódik, ennek keretében újul majd meg a Tamási Áron Művelődési Központ és a Vas Albert Könyvtár és Múzeum, megszépülnek a főtér körüli belső udvarok, átjárók. A Dobóvárosrész és a Városközpont között kerékpárút létesül, szabadtéri sportpályákat építünk. Tudatosan készülünk az új Széchenyi terv és a Semmelweis terv pályázataira, az azok segítségével megvalósítható beruházásokra, köztük a kórház fejlesztésére is. Újra megpályázzuk egy közös vasút és autóbuszállomás kialakítását. Fejleszteni szeretnénk a hajléktalanok átmeneti szállását. Pályázatot nyújtottunk be egészségre nevelő életmódprogramok megvalósítására. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a turisztikai szolgálatok fejlesztésére, tudva azt, hogy ez új munkahelyek teremtését is generálhatja. Keressük annak lehetőségét, hogy miként tudnánk még jobban támogatni a helyi kis- és középvállalkozásokat. Egy átfogó turisztikai program megfogalmazására készülünk a hosszú távú fejlesztés érdekében. Szeretnénk, ha a Malomtó és a Gyógyballan környéke elnyerni a gyógyhely minősítést, és ezzel hivatalosan is bekerülne a gyógyturizmus éjcsapatát alkoló települések csoportjába. A 4.228.156.000 forint bevétel és kiadási főösszeggel elfogadott 2012-es költségvetésünk most is, mint az előző éveké is, fegyelmezett és takarékos gazdálkodást kíván meg tőlünk. Az elődeink példája, a jelen feladatai, a jövő iránti felelősség, az itt élők szava, mosolya, az egymásba vetett hit ad újra és újra fiatalos lendületet szeretett városunknak. A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek egyetlen szülőföldje és sok kötelessége, írja Tamási Áron. Ehhez a szabadságot adó kötelességteljesítéshez kívánok mindannyiunknak kitartást, erőt és töretlen akaratot. Mert ahol akarat van, ott út is van. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Nincsen születésnap ünnepeltek nélkül, így van ez a város születésnapján is. Ma azokat ünnepeljük, akiket példaképnek tekintünk, akik igazodási pontok lehetnek a mindennapjainkban. Hölgyeim és uraim, kitüntetések átadása következik, amelyre felkérem Császár László polgármester urat. Tapolca város képviselőtestülete úgy határozott, hogy hatályos rendelete alapján Tapolca díszpolgára cím kitüntetést adományoz Török Attiláné részére. Török Attiláné Dulinka Erzsébet karvezető, nyugalmazott általános iskolai tanár. 1970-ben szerzett matematika énekzeneszakos tanári diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskolán. 1972 és 76 között elvégezte Budapesti Népművészeti Intézet 4 éves felsőfokú karnagyi tanfolyamát, ahol A kategóriájú karnagyi minősítést kapott. 1970. augusztus 19-én nevezték ki az akkori egyes számú általános iskola, jelenleg Bárdos Lajos általános iskola tanárává. Saját kezdeményezésére, a város kórusmuzsikát kedvelő lakosainak örömére 1991-ben megalapította a felnőttekből álló női kamarakórust. 42 éve él Tapolcán. A város kulturális életének meghatározó irányító egyénisége. A 21 éves tapolcai kamarakórus karnagya. Minden igyekezetével azon munkálkodik, hogy a művészeteket kedvelő tapolcai lakosok minél több színvonalas kulturális rendezvény közül válogathassanak. A tapolcai templomi hangversenyek kitalálója, lelkes szervezője és karnagya. Kezdeményezésére hagyomány ma már a Cecília napi és a karácsonyi hangverseny. Alapító tagja a Boldog Özséb alapítványnak, amely számos neves művészt hozott a városi rendezvényekre. A Kodály Eszme, a zenével, művészetekkel való nevelés, személyiségformálás országosan elismert képviselője. Ő kezdeményezte és szorgalmazta, hogy iskolája felvegye a zeneszerző, zenepedagógus Bárdos Lajos nevét. Gyermekkórusával, amelyik több alkalommal elnyerte az
évkórusa kitüntető címet, országos hírnevet szerzett az iskolának és a városnak. Kezdeményezője és lelkes szervezője volt a két évenként megrendezésre kerülő Bárdos iskolák országos találkozójának, tagja az országos Bárdos Társaságnak. Szeretettel, igaz hittel, becsülettel, tiszta szívvel és kiváló eredményekkel nevelte, tanította tanítványait. Lelkesedéssel és odaadással ápolta és ápolja a kulturális és népi hagyományokat. Mindezek mellett legnagyobb örömét abban lelte, ha tanítványaiban megtalálta a művészetek iránti fogékonyság, a szeretet, a tisztesség, a becsület csíráját. Kérem Török Attilánét vegye át díszpolgári címét polgármester úrtól. Tapolca város képviselő testülete úgy határozott, hogy Tapolca városért kitüntetést adományoz dr. Mayer Jánosnak. Dr. Mayer János 1983-ban kapott okleveles kertészmérnöki diplomát a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem termesztési karának kertészeti szakán. 1986-ban a Kertészeti Egyetem okleveles talajerőgazdálkodási szakmérnöki, 95-ben a Pannon Egyetemen okleveles vállalkozás szervezői szakmérnöki, illetve okleveles mérleképes könyvelői képesítést is szerzett. A növénytermesztési és kertészeti tudományok területén országos PhD minősítéssel rendelkezik, tudományos PhD minősítéssel rendelkezik. Eddigi szakmai tevékenysége a szőlészettel és a borászattal kapcsolatos. 2008-tól a Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének igazgatója. Kutatási tevékenysége elsősorban a szőlőfajta érték kutatásával, a szőlő talajerő gazdálkodásával és a környezetbarát szőlőtermesztési módszerek fejlesztésével kapcsolatos. Eredményes szakmai tevékenységét az FVM 2001-ben miniszteri dicsérő oklevéllel ismerte el, valamint a köztársasági érdemlend lovagkeresztjét is megkapta. A Vinum Vulcanum borlovagrend nagy tanácsának tagja, kancellár, ezen kívül tagja még a Magyar Bor Akadémiának és a Bor Eredetvédelmi Tanácsnak is. Gratulálunk, kérem vegye át kitüntetését polgármester úrtól. Tapolca város képviselő testülete úgy határozott, hogy Tapolca városért kitüntetést adományoz Gerard Trümpernek. Gerard Trümper, Rhodius Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója. 1994 májusában érkezett Magyarországra a Toplán Kft. Leányvállalatához cégvezetőként. 2003-ban alakult a Rhodius Magyarország Kft., amelynek ügyvezető igazgatója. A város életében aktívan részt vesz, támogat minden olyan kezdeményezést, ami a város fejlődését és hírnevét öregbíti. Tapolca városában úgy él, olyan intenzitással tevékenykedik, mintha egész életében Magyarországon élt volna. Idejét és energiáját nem kímélve azon fáradozik, hogy a város és környékén élő embereknek minél több munkalehetőséget teremtsen. Innovatívan fejlődő cége több száz embernek biztosít ezáltal megélhetést Tapolcán. Köztük megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek számára is. Szívén viseli a súlyosabb fogyatékkal élők életét is, különös figyelmet fordít arra, hogy nekik is elvégezhető munkát találjon, biztosítva ezáltal mindenki számára az esélyegyenlőséget. Megmaradó szabadidejében aktívan sportol. Sporthoz fűződő szeretete vezérli, hogy több sportrendezvényt is folyamatosan támogat, amely hozzájárul Tapolca város népszerűsítéséhez. Gratulálunk, kérem vegye át kitüntetését. Tapolca város képviselő testülete úgy döntött, hogy tapolcai közszolgálatért kitüntetést adományoz Fülöp Jánosnénak. Fülöp Jánosné Manyika egy fontos családi esemény miatt ma távol van, kitüntetését egy későbbi időpontban veszi át. Gratulálunk neki innen a távolból is.
Folytatjuk a kitüntetések átadását, melyre felkérem Solyom Károly alpolgármester urat. Tapolca város képviselő testülete úgy döntött, hogy tapolcai egészségügyért kitüntetést adományoz Mészáros Ferencné részére.
Mészáros Ferencné Rétai Erzsébet 1973-tól dolgozik a Tapolcai Ringató bölcsődében, jelenleg vezető kisgyermeknevelőként. Csecsemő és gyermekgondozói képesítését 1973-ban, bölcsődei szakgondozói képesítését 1995-ben szerezte meg. Közel 40 éve az intézmény munkatársa. Munkáját a lelkiismeretesség jellemzi. Szakmailag naprakész, az új irányelveket, módszereket figyelemmel kíséri, fontosnak tartja. Elkötelezettséget érez a hátrányos helyzetű családok segítésében. Pontos, megbízható munkatárs. Gyermekszeretete, tudatos nevelői magatartása példaértékű kollégái számára. Biztos támasza a kisgyermekeknek, szüleiknek és a kollégáknak is. Felettesei és beosztottjai is elismerik munkáját. Gratulálunk, kérem vegye át kitüntetését alpolgármester úrtól. A képviselőtestület döntése értelmében Tapolcai egészségügyért kitüntetést vehet át dr. Szipőcs István. Dr. Szipőcs István a Balcsány János Gimnázium angol nyelvi tagozatának tanulója volt, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karának hallgatója lett, ahol orvosi diplomát szerzett summa cum laude. 1991-ben az Országos Szakképesítő Bizottság előtt belgyógyászati, valamint 1994-ben fertőző betegségek szakvizsgát tett, mindkettőt jeles eredménnyel. Szakmai pályafutása. 1986-tól 1990-ig Ajkai Kórház egyes belgyógyászati osztály segédorvosa. 1991-től 93-ig a Magyar Imre Kórház fertőző osztályának belgyógyász szakorvosa. 1994-től 2003-ig a Tapolcai Városi Kórház belgyógyász osztályának adjunktusa. 2004-től 2011-ig a Tapolcai Kórház belgyógyászati osztály másodfőorvosa, 2011. januárjától a belgyógyászati osztály főorvosa. Tagja a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak, valamint a Magyar Belgyógyász Társaságnak. 1986-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetem Apáti István emlékérmével tüntették ki. Szipőcs főorvos az orvosi munkára kitűnően felkészülve, munkáját igen alaposan, körültekintően végzi. Munkában való helytállása példaértékű. Emiatt orvos kollégái és betegei is elismerik, tisztelik. Családi élete példamutató, felesége dr. Lang Zsuzsanna is belgyógyász, a kórház dolgozója. Ádám fia jelenleg 8. tanuló. Gratulálunk a családhoz is és a kitüntetéshez is. Vegye át alpolgármester úrtól.
Folytatjuk a kitüntetések átadását, az átadásra felkérem Horváth Német Edit alpolgármesterasszonyt. Tapolca város képviselő testületének döntése alapján tapolcai nevelésügyért kitüntetést vehet át Szabó Jenő Sándorné. Szabó Jenő Sándorné a tapolcai óvoda Barackvirág tagintézményének óvodapedagógusa. Pályáját 1972. szeptember 1-én Köveskálon kezdte képesítés nélküli óvónőként. 1974-től Zalahalápon dolgozott, ahol a vezetői feladatokon túl szervezte a falu kulturális programjait is. 1975-ben szerezte meg diplomáját. Tapolcán a 4-es számú napközi otthonos óvodában kezdett dolgozni. A csoport leépítések következtében 96 nyarán került a tapolcai Barackvirág óvodába. Szakmailag jól képzett, tapasztalt kollégaként ismerik, aki pedagógiai tevékenységét mindig tudatosan a gyermekekre figyelve végzi. Az óvónői pályán töltött idő alatt gyermekszerető, nyugodt, derűs embernek ismerték meg. A gyermekekkel való bánásmódjában a következetesség, a játékosság és a szeretet tükröződik. Munkatársai tisztelik korrektségéért, szeretik humoráért, szókimondásáért. Jó közösségi ember, aki szívesen vesz részt mind az óvodai, mind pedig az óvodán kívüli programokon egyaránt. 40 év szeretettel, hivatást tudattal végzett munka után nyugállományba vonul. A nyugdíjas évekhez kívánunk jó egészséget, sok örömet, a kitüntetéshez gratulálunk. Tapolca város képviselő testületének döntése alapján tapolcai nevelésügyért kitüntetést vehet át Lakatos Ferencné. Lakatos Ferencné 1983. szeptember 1-e óta dolgozik a Széchenyi István szakképző iskolában, illetve annak jogelődjeinél. 1994 év végétől szakoktatói munkaköre mellett gyakorlati oktatásvezető megbízást kapott, jelenleg is ő az iskola gyakorlati oktatásvezetője. 1983-ban kereskedelmi szakoktatói, majd 2001-ben a BGF kereskedelmi vendéglátóipari és idegenforgalmi karán tanári diplomát szerzett. Gyakorlati oktatás vezetőként ápolja és szervezi a Széchenyi Szakközépiskola nemzetközi kapcsolatait. Pályázatokat ír, és ennek köszönhetően két évente 15 fő tanuló vehet részt külföldi szakmai gyakorlatokon. Kiemelkedő szerepet vállal a hazai és nemzetközi versenyek szervezésében, lebonyolításában. Feladata továbbá, hogy segítse a tanulószerződések megkötését, tanulók gyakorlati helyre való elhelyezését. Munkája elismeréseként 2011. évben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöksége gasztronómiáért érdemérmet adományozott Lakatos Ferencnének. Tanítványai szeretik, következetes, a tanulók érdekeit szem előtt tartó empatikus magatartása miatt, és tisztelik naprakész szakmai, elméleti és gyakorlati tudását. Kollégáival, beosztottjaival jó a kapcsolata, javaslatait, véleményét, szakmai iránymutatását elfogadják és nagyon szeretik. Gratulálunk! Tapolca város képviselő testületének döntése alapján tapolcai nevelésügyért kitüntetést vehet át Lenner László.
Lenner László Celldömölkön született pedagógus szülők gyermekeként, ott folytatta általános és gimnáziumi tanulmányait. A földrajz és biológia tantárgy iránti érdeklődése korán kialakult, ami pályaválasztását meghatározta. 1987-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen földrajz-biológia szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Egyetemi évei alatt a TIT keretén belül országjárás vezetői minősítést szerzett, melyet tanári tevékenysége mellett is gyakorolt. 1987 óta tanít a Bacsányi János Gimnázium és Kollégiumban. Pedagógusként nagy figyelmet fordít a tehetséggondozásra, diákjai rendszeres és eredményes résztvevői különböző pályázatoknak, tanulmányi versenyeknek, így a Földtani Örökségünk és a Víz Világnapja pályázatnak, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenynek is. Tanítványai nagy számban és szívesen választják tantárgyait érettségi és felvételi tantárgyként. Tanári tevékenységét probléma megoldás és együttműködési készség jellemzi, őszinte véleménynyilvánításával konstruktívan vesz részt a feladatok megoldásában. Mind kollégaként, mind pedagógusként hangsúlyt fektet a közösségi programok szervezésére és a közösség formálásra. Gratulálunk szeretettel! Tapolca város képviselő testületének döntése alapján tapolcai nevelésügyért kitüntetést vehet át Vizeli Beáta. Vizeli Beáta 1986-ban szerzett gyógypedagógia diplomát a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskolán, majd ezt követően került Tapolcára mostani iskolájába, a Szász Márton iskola szakiskola speciális szakiskola is egymibe. 1996-tól látja el az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelős beosztását is. Feladatának tekinti az iskolai oktatáson kívül a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények elhárítását, a fejlődéshez szükséges nevelési légkör biztosítását, a testi épség megóvását a családon belül és a családon kívül is. Rendszeresen látogatja a tanulók családját, segít felmerülő problémák megoldásában, a család szociális és anyagi helyzetének megfelelő különböző támogatásokat kutat fel, és segíti a hivatalos ügyek elintézésében. Rendszeresen pályázik az útra való ösztöndíj programban, melynek alapján az iskola diákjainak több mint 50%-a támogatásban részesült. Ő bonyolította le 2009-2010-es évben a tapolcai általános iskolák és középfokú intézmények prevenciós programját közel 3 millió forint értékben. Gratulálunk! Tapolca város képviselő testületének döntése értelmében tapolcai nevelésügyért kitüntetést vehet át Bajner Imre. Bajner Imre a tapolcai általános iskola igazgatója. Az általános iskolát Tapolcán, az egyes számú általános iskolában végezte, majd a győri Cucor Gergely Bencés gimnáziumban lett középiskolás. A sikeres érettségi vizsga után az ELTE tanárképző főiskolai karán folytatta tanulmányait, itt szerzett történelem-földrajzszakos általános iskolai tanári diplomát. Pályáját a tapolcai Bacsányi János általános iskolában kezdte. Munkájával rövid idő alatt kivívta kollégái, vezetői elismerését, megbecsülését. Kiemelkedő szaktárgyi tudásával, gyermekszeretetével, mély empátiájával, igazságosságával nagy tekintélyre tett szert a diákok és szüleik körében is. Színes egyénisége, higgadt, toleráns stílusa, magas szintű pedagógiai kultúrája, jó előadói képessége, változatos tanítási módszerei nagyban járultak hozzá eredményességéhez. Osztályfőnökként és szaktanárként is sok tanítványának jelent egy egész életen átható példát, tudásban és emberségben egyaránt. Szaktudásának folyamatos bővítését kiemelten fontosnak tartja.
Tehetséggondozó munkája példaértékű. Több mint 10 éve végzi tanítványai felkészítését kutatásokra és tudományos konferenciákon való megmérettetésre. Eredményes tehetséggondozó munkájáért 2011-ben kitüntették a Mester és Tanítvány díjjal. 2007-ben a Vacsány János kétanítási nyelvű iskola igazgatója lett. A városi intézményi átszervezést követően nyertes pályázatával ő lett a Tapolcai Általános Iskola igazgatója. A 3 iskola összevonásával létrejött hatalmas intézmény, amely több mint 1200 tanuló, 120 alkalmazott napi tevékenységének megszervezését, jó közérzetének biztosítását követeli, nem kis felelősséget és feladatot jelent vezetőként számára. Céltudatosságával, kezdeményezőkészségével, lényeglátásával azonban sikeresen irányítja az intézmény működését. Pályakezdő tanár kora óta igazi értelmiségiként aktívan részt vesz a város életében. Gyakran kérik fel ünnepi beszédekre, melynek tartalma a mondani valója sokunk számára jelent igazodási pontot. Kérem igazgató urat, vegye át kitüntetését alpolgármester asszonytól. Hölgyeim és uraim, a kitüntetettek nevében Török Attiláné, városunk díszpolgára kíván szólni. Tisztelt képviselő úr, polgármester úr, képviselőtestület tagjai, tisztelt tapolcai polgárok! Engedjék meg, hogy a kitüntetett társaim nevében is köszönetet mondjak mindazoknak, akik jelöltek bennünket erre a megtiszteltetésre, illetőleg akik megszavazták nekünk ezt. Hálás szeretettel köszöntjük a városunknak ezt a felénk irányuló áramló szeretetet. Amikor néhány héttel ezelőtt tudomást szereztem arról, hogy milyen megtiszteltetésben lesz részem, akkor tulajdonképpen egy nagy zavartság fogott el, hiszen annak idején áldott emlékű szüleim és az életükkel példát mutató tanáraim mindig arra neveltek engem úgy hagyományosan konzervatív szellemben, hogy a munkát mindig becsületesen el kell végezni, és az erőnkhöz mérten végzett tisztességes munkának nem kell várni a jutalmát, és nem kell érte várni kitüntetést. Ez engem némi zavarra töltött el, amikor megtudtam, hogy mégiscsak ebben lesz részem. A bizonytalanságom meg a zavartságom másik oka pedig az volt, hogy tisztában vagyok azzal, hogy az én munkám a jellegéből adódóan olyan volt, hogy mögöttem mindig sok-sok embernek a munkája volt. Elsősorban nagyon sok gyereknek a munkája. Sok-sok csillogó szemű gyereket látok most magam előtt, akik igen sokszor felnőtteknek is dicséretére váló szorgalommal és kitartással dolgoztak azért, hogy eredményeket hozzanak az iskolának meg a városnak. Fesztiválokon, versenyeken, Magyarországon, külföldön, mindenütt. Úgyhogy tulajdonképpen nekem ezt nagyon sok felé kell osztani, ezt a kitüntetést. És köszönöm is nekik. És köszönet illeti a volt kollégáimat, akik nagyon sokszor segítettek ebbe a küzdelemben, mert az a munka, amit mi ott végeztünk a iskolában, az bizony sokszor nagyon küzdelmes volt. És köszönet illeti a mostani együttesemet is, hiszen nem csak múlt volt, hanem jelen is van a Tapolcai Kamarakórus, akik már igazán felnőttek lettek, hogy továbbra is nagy lendülettel dolgoznak velem, és reméljük, hogy ez még továbbra is így lesz. Hálás szeretettel köszönöm meg a kitüntetést mindenkinek, aki nekünk ezt juttatta. És végül pedig hálás szeretettel megköszönöm a Jóistennek, hogy életem során mindig érezhettem áldó szeretetét, és tudom, hogy a neki tetsző további feladatokba is segíteni fog, hogy azt még el tudjam végezni. És ha már Bárdos Lajos említettük, most
hadd mondjak én egy kórus műcímet. Dum Spiro Spiro. Amíg élek, remélek. Szeretném, hogyha így lenne. Isten áldja mindnyájukat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Is zajlik, és én is először is szeretnék gratulálni minden elismertnek,
hiszen ebben a közösségben, ahol élünk, mindenki teszi a dolgát, megpróbálja a tudása legjavát adni a tapolcáért, családjáért és önmagáért, de azért mindig vannak olyanok közöttünk, akik kicsit többet tesznek, vagy kicsit jobban teszik a dolgokat, mint mások, és általában az önkormányzat által kiválasztott személyeket, akiket nem az önkormányzat jelöl, hanem azok a személyek, civil szervezetek, akik egy közösségben élnek, jelölik, terjesztik fel díjazásra, az elismerésekre a közöttünk élő polgártársainkat, és most azok az emberek kaptak kitüntetést, én úgy gondolom, akik az elmúlt időszakban sokat és nagyon jól tették a dolgokat a mi érdekünkben. Én először Zsókanének szeretnék gratulálni így külön személyesen, mert sok szállal fűződünk úgy mond össze, hiszen a feleségemet is ő tanította, még egész pici gyermekkorában, és a három gyermekemet is a Zsóka néni tanította, és azok az elismerések, amelyeket a városnak szerzett az énekkaraival, nem csak a gyerekekkel, hanem a felnőttekkel is. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat használt Tapolca város hírnevének. És minden más kitüntetetnek is hadd gratuláljak szívemből, hiszen mindenki, aki dolgozik, az szereti azt, hogyha elismerik azért a munkáját, és elismerést azt nem csak pénzzel lehet. Tehát nem csak a pénz a legfontosabb, amikor valaki jutalmat kap azért, mert elvégezte a munkáját, vagy 110%-ra teljesítette a 100%-os tervet. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó szó, egy dicsérő szó, egy ilyen elismerés, az sokszor sokkal többet ér a lelkünknek, mint hogyha pénzzel fizettek volna meg minket. Én azt kívánom Tapolcának, amit polgármester úr is kívánt, hogy érjük el azokat a céljainkat, amelyeket kitűztünk magunk előtt, azokat a terveinket próbáljuk meg mind megvalósítani, amelyeket a város vezetése is kitűzött, és önöknek is azt kívánom, hogy azokat a személyes elképzeléseiket, álmaikat valósítsák meg, mert az nem csak önöknek használ, hanem az egész településnek használ, hiszen minden egyéni siker az valahol egy nagy közösségi siker része is lesz, és én azt kívánom mindenkinek, hogy az álmai váljanak valóra, mindenkinek ez jó egészséget kívánok, és boldog családi életet, és a városunknak is nagyon sok sikert. Köszönöm szépen. És mindenkinek kedves egészségére, és érezzék jól magukat.